Szervusztok, és nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket ismét a csatornámon. Ezúttal egy kis rendhagyó videóval jelentkezem, ami többé-kevésbé azért majdnem minden videómról elmondható, mert úgy általánosságban szeretek megpróbálkozni újabb és újabb műfajokkal. Ez is egy ilyen lesz, de mindenképpen elmondható, hogy ilyen még szintén nem volt a csatornámon. Ez egy kicsit story time lesz, egy kicsit nosztalgia, egy kicsit vidéki idill, de úgy valójában ezúttal most egy saját novellát fogok nektek hozni, amit a rendkedvéért olvasni fogok, ami szintén nem túl jellemző egyébként a videóimra. Ez egyébként megtalálható az egyik blog felületemen, a Birtokunk blogról beszélek, birtokunk.blog.hu a webcíme, de a pontos linket ehhez a kis szösszenethez, Beteszem nektek ide föntre kattintva elvileg a videóban elérhetitek, illetve a videó leírásába is be fogom linkelni, tehát akinek írott, illetve olvasott formában esetleg kényelmesebb, az így is tudja követni. Mint mondtam, ez egy blogos felület lesz, amiről felolvasom a saját írásomat, ezért az indítása egy kis közösségi médiához szóló megjegyzés lesz, hát ezért tér el mondjuk egy regényben írott, könyves formában szereplő, letisztult íráshoz képest, csak azért mondom, hogy ez némi értelmet nyerjen. Ugye azt mondtam, hogy ez egy saját novella lesz, viszont ez valóban megtörtént életesemények alapján saját kisgyerekkori emlékeimet dolgozza fel, úgyhogy ezt hallhatjátok most, illetve láthatjátok a saját előadásomban. És még mielőtt belekezdenék, illetve valaki kedvesen megjegyezné, hogy elírás, elgépelés, karakterhiány történt a címben, nem, ez szándékosan ilyen, ahogy elkezdem olvasni a kis szövegrészletet, már is meg fogjátok érteni, mert értelmet fog nyerni, hogy miért az a címe, ami. Fogadjátok nagyon sok szeretettel, és hogy mi fog ebből az egészből kisülni, amit így felvezettem. Lássuk, és akkor halljuk is, már is olvasom. Tikos múlt avagy életre szóló barátságom a zalai tyúkokkal. Mindenki érkezik valahonnan, élete során begyűjtött élményekkel a lelke legmélyén, majd felelős emberként tart valahová ezeket a benyomásokat követve a tudatalat, hogy egyszer majd ezekkel az egykori boldog álmokkal teljesedhessen be az élete. Kivételesen egy személyesebb vonalú történettel érkezem, mely betekintést enged a tyúkokkal köttetett barátságomba, valamint abba a valamibe, amibe egy élet, ami egy életre összeköt a vidéki élet szeretetével. Egy hónappal ezelőtt összeszedett vidéki életet a nagyvárosi létformával szembeállító gondolatsoraim alaposan felborzolták a kedélyeket pedig valójában nem terveztem kifejezetten állást foglalni, vagy szándékosan kampányolni bármely véglet mellett vagy ellen sem, mindössze csokorba gyűjtöttem azokat a kérdéseket és gondolatokat, amelyeket vidékre költözésünk óta rendszeresen megkaptunk és kapunk, tehát úgy tűnik, ezen tényel vidékre költözésünkkel kapcsolatban a legtöbb embert foglalkoztatják. Persze jól lehet a média is működött, és többeket már inkább csak a jól megmondás, odaszólás lehetősége foglalkoztatott, elsősorban a többi kommentelővel szemben, több esetben anélkül, hogy különben magát a kifejtésemet olvasták, végignézték volna. Viszont rengeteg megalapozott állásfoglalással is találkoztam, ezeket külön élmény volt átolvasni, átgondolni, ízlelgetni. Ezúton is köszönet mindenkinek, aki kifejtette véleményét, vagy kultúrált vitába bocsátkozott. Ezt csak így nektek mondom el, ez egy korábbi blogbejegyzésemre való reakció volt sokak részéről, a vidéki életet a, a városi élettel nem is szembeállítva, egy picit összehasonlítva. Ugyanerről a témáról egy korábbi videóm is született, ezt is be fogom linkelni a videó alá, tehát meg tudjátok nézni az előzményeket, hogy miről is volt szó, ha esetleg ez is érdekel titeket. Dióhéjban a vidékre költözésünk történetét, tapasztalatait euh, foglalja össze, mert hogy mi egyébként euh, Budapestről, fővárosból költöztünk vidékre. Na, ennyit a bevezetőről, hogy értsétek, hogy miről van szó. Így aztán kaptam olyat is, hogy na most a panellakó jól felfedezte, hogy vidéken is van élet. Bevallom, ez a beszólás nagyon tetszett, jót mosolyogtam rajta. Hiszen valóban vállalom, fiatalkorom jelentős részét így töltöttem, ezt én magam tettem közé, tehát nincs benne semmiféle leleplezés. Bár kétségtelenül degradáló éle volt a hozzászólásnak, és mint ilyen erősen egyoldalúan értelmezte a témát. Azért szögezzük le, már több mint 12 éve, hogy vidéken is létezik élet, de a valóságban azért ennél mélyebbre nyúlnak a gyökerek. Ez egy kicsit korábbi, másfél éves írásom volt, most egyébként 14 éve, hogy vidéken élünk, csak hogy értsétek a teljes sztorit. Ez volt ez a bizonyos felvezető része, amivel maga a blogbejegyzés indul, és akkor most jöjjön maga a kis szöszenet, a novella érdemi része, hát fogadjátok szeretettel. Múltban gyökerező vidéki díl. Kisgyerekkorom nyarait, iskolai óvodai szüneteit volt szerencsén vidéken tölteni Zalai nagyszülőknél. Ezek bár csak évente néhány alkalmat pár hetet jelentettek, de mégis meghatározóbbak lettek az életemben mint bármilyen más élmény. A kontraszt rendkívül erős volt otthon Budapest, zsúfolt nagyváros, panelrengetekben apró zöld a kislakásban állattartási lehetőség lényegében nem volt. Tanév, iskola, feladatok. Kommersz letisztult közeg, minden olyan központilag irányított és szabvány, még vidéken szünidő, hatalmas rétek, legelő, kert, fák, a friss levegőt harapni lehetett, élmények természetközelsége, állatok, Nevezetesen nagyszüleimnél tyúkok, a romantikus, nyírkos levegőjű házikó cserépkájha melegével, a konyha is parhelt utánozhatatlan illataival. Így nyilván volt egy igazságtalanul idealizált, tökéletes összhatás a szememben a vidéki életnek, melyet egy gyermek még inkább drámai mértékkel érzékel. Felnőttként pont ezért próbáltam ezt erőltetett mértékkel, fenntartásokkal, szívemben mégis szerelemmel kezelni. Ha így esetleg érthetőbb, ha valaki szép helyen nyaral, gyakran az az első gondolata, hogy hú, de jó lenne ide költözni, de vajon tényleg? Dolgozni, suliba járni, ott is kell. Így aztán nem kell magyaráznom, öcsémmel alig vártuk mindig az alkalmat, hogy ismét leutazhassunk a szülőkkel kalandot tovább növelte, hogy akkor még közel négy órás volt az oda autóút, amire külön rá kellett készülni. Szerettem utazni. Elsuhanó tájak, apró települések, kanyargó országút, a lakatlan, erdős, mezős, szántóföldes tájakon vadállatok. A megérkezésünk is felért mindig egy külön ünnepséggel. Ilyenkor már többnyire késő este, vacsoraidő volt, Hidegebb évszakokban a kályhák begyújtva, halkduruzsolása átszötte a szobák csendjét, a sporhelt illata belengte a mai mércével nappaliként, de mindenképpen közösségi helyiségként szolgáló tákkonyha teljes terét. Nagymama mindig friss meleg házi ételekkel várt minket, amiután a jóféles sütemény sem maradhatott el. A szeretetet, amellyel mindezt állalta, pedig körülölelt bennünket, de ez már nem egy leírható, inkább érezhető valami. Az étkezés szintén a konyha helyiségben történt, kényelmesen elfértünk jó emberek módjára. Utána pedig még hosszan tartott a tanácskozás, nevetgélés, élménybe számoló életünk mindennapi történéseiről. Telefonekkor még nem volt, a leveleken és ünnepi képes lapokon kívül más alkalmunk nem adódott a két találkozás közötti események megvitatására. A gyerekek persze hamarabb ágyba kerültek, de a fárasztó utazás után hamar el is nyomott minket az álom, a felnőttek még utána is késői órákig beszélgethettek a gyerekfüleknek kevésbé szánt komoly dolgokról. Egy szóval tökéletes volt az idill és mint vidékre leszabadult lelkes csibészek, rögtön neki is láttunk mindig kielvezni a szabadságot. Valamit mindig kitaláltunk, valamit mindig alkottunk, valamiben mindig nyakig benne voltunk, és ez alól nem lehetett kivétel atyúk kudvar sem. Itt a blogbejegyzésben, ha megnézitek, egy fotó következik. Én ezt be is rakom nektek ide a videóba, mutathatnám a laptopon, amiről nézem, <laughs> megmutatom, de beteszem a fotót magába a videóba, és akkor jobban fogjátok látni. És hogy igazából mit is láttok ezen a fotón egy kis magyarázat hozzá, Féltve őrzött emlék, öcsémmel a gesztenyefa alatt összehúzott falevél kupacból kraftolunk várat. Az egyensapinkat természetesen nagymamánk kötötte. Valamikor a rendszerváltás után környékén. Van itt még egy fotó, ezt is megmutatom, de ugyanúgy be fogom vágni a videóba. Egy ilyen csinos kis libuskás, egyébként rendkívül szeretem ezt a helyet. Ehhez is van magyarázat, ez már jóval frissebb, mégis olyan jellemző fotó, egyoldalú, viszonzatlan vonzódásom a házi szárnyasokhoz. Helyileg a Göcsei falumúzeumban Múzeumban készült a kép, arról is láthattatok videót a csatornámon. Imádom azt a múzeumot, ha tehetitek egyszer, látogassátok meg, imádni való kis kanzen, írtam is róla egyébként. Jó, azt is beteszem a videó leírásába, azt meg a kiránduló blogon olvashatjátok el, be fogom tenni azt is. A helyet mindenképpen javaslom egyszer felkeresni, bővebben itt írtam róla. Ezret forduló utáni években, körülbelül 2003 környéke. Barátaim a pipik. Szóval mindig is nagyon szerettem volna valami állatot lehetőleg kutyát vagy bármit. Otthon lakás, persze nem lehetett, illetve azért tartottam üvegben legyet, meg a sarokban egy pókot, de azok olyan picikék voltak bizonytalan kilátásokkal és igényekkel. De itt viszont voltak tyúkok, akik nem kerülhették el kiáradó szeretetemet. Így aztán nagyon hamar rákaptam a pipik, vagy zalaiasan szólva tikok, rendszeres dédelgetésére. Napjaink állatvédői most inkább ugorjanak, mert nem biztos, hogy azonosan értékelnénk akkori tevékenykedésemet. Rendszeresen töltöttem el hosszabb, rövidebb időt a tyúkudvarban, és igyekeztem közben a tyúkok kedvét lesni, minél inkább összebarátkozni velük. Természetesen nevet kaptak, Rendszeres simogatásban részesültek, de különböző étkeket is előállítottam nekik, mint gyümölcs hulladékból formázott tortát, melyen a dekoráció kukorica és búza szemekből állt. Ha egy pipi tojt, akkor természetesen én voltam az első, aki lelkesen begyűjtötte a tojásokat, és boldogan szaladt be vele a konyhába. Erre a célra még külön nekem egy dobozkát is rendszeresítettünk. Állítólag ott létünkkor lelkesebben és többet is tojtak, távollétünkben létünkben emlegette is mindig nagymama, hogy nem vagyunk ott, nem akarnak tolni a pipik. Azért ezen a szinten nem állt meg a történet. Ezek a tyúkok jó voltomból hintáztak a saját udvari gyermekhintánkon, bicikliztek az ölemben egy kis triciklivel, de egyszer még egy házilag gyártott madárketrecbe, akkoriban éppen madarakat akartam fogni, kitartó csendben figyeléssel, vagy éppen csatazajos kirohanással, és betuszkoltam egy tikot, mert szerettem volna egy kanári tyúkot, csak éppen hirtelen megláttam nagy nagypapa sziluettjét a tyúkudvar kapujában, így aztán jobbnak tűnt, mielőbb visszafeszegetni szerencsétlen szárnyast a szabad létbe. Szóval aktív élet folytott. Közeli kapcsolatom a tyúkokkal jellemezte az egyik eset is, amikor egyszer beszöktek a kertbe. Ez előfordulhatott, ha valaki, mondjuk úgy én, nyitva felejtette a kertkaput. Bár igaz, ami igaz, történt ilyen szándékosan is, mert odabent zsengébnek találtam számukra a füvet. Szóval a házból kijövet a kertben legelésző pipikkel találtuk szemben magunkat, akiket ilyenkor például a virágos kert megóvása véget, mielőbb ki kellett valahogy terelgetni. Persze azok rohantak jobbra is, balra is, jellemzően csak a kapu felé nem, így azért a hadművelet kisebb közösségi akciót jelentett néha, és valakinek a kaput sem ártott megfognia, hogy kényelmesen, jól kitárva azt, bátran kimenekülhessenek rajta, de ugye az sem volt gond, ha korábban kizavartak, nem úlálkodtak közben vissza, míg a társaikkal, Vesződtek a felnőttek, de azért a kapuban állótól se meneküljön vissza az éppen kifelő, kifelé menekülő egyed. Úgyhogy voltám ott csetepaté felfordulás, amikor egy-egy ilyen baki után kihessegettük a szárnyasokat. Szóval egyszer, egy ilyen esetben kinyitottam nekik a kaput, s míg támasztottam, illedelmesen megkértem őket, hogy legyenek szívesek kifáradni. Majd a pipik sarkon fordultak, és bármilyen további kergetőzés nélkül szépen egymás után kimasíroztak rajta. Ennek gyakorlati magyarázatát a mai napig nem tudom, talán csak jól jött ki a fordulat, vagy miután megindult egy, a többi is biztonságosnak érezte a kiutat, esetleg a bizalmaskodó hangom nyugtatta meg őket, hogy bátran kimenjenek, nem tudom. De az biztos, hogy onnantól nem kérdőjelezte meg senki azt a tényt, hogy a tikok hallgatnak rám, és különleges kapcsolatban állunk. Szeretettel, drága nagyszüleim, szívemben dédelgetett örök emlékére! Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is, illetve jelen esetben inkább végighallgattátok ezt a kis novellát tőlem. Remélem, hogy tetszett, illetve egy kicsit szíveket melengetett ez a kis kora gyerekkori visszaemlékezés. Ha esetleg van hasonló élményetek, emléketek a nagyszülőkről, vagy gyerekkori visszaemlékezéseitekből, nyugodtan osszátok meg, szívesen elolvasom a videó alatt. Tartsatok velem legközelebb is, addig is vigyázzatok nagyon magatokra. Szerbusztok!